Üdvözlök mindenkit az első Black Ops 3-as Specialist képesség bemutatóban, ahol első delikvensünk a Spectre karakter lesz, méghozzá a Ripper képessége. De mielőtt belekezdenénk, essen pár szó a téma tárgyáról, méghozzá magáról, a karakterekről és képességeikről. Aki esetleg még nem játszott volna a játékkal, vagy nem látott semmifajta videót Black Ops 3-ról, azoknak újdonság lehet maga a karakterrendszer így elsőre, de úgy kell ezt elképzelni, hogy vannak hősök vagy championök bizonyos képességekkel, amelyekből egyet választhatunk, és a játékunk alkalmával ez a képesség folyamatosan töltődik, mint egyfajta cooldownon lévő skill, és skillekkel, pontszerzésekkel redukálhatjuk ezt a betöltődési időt. Ami különböző képességeknél különböző időtartalmú, hisz vannak olyan képességek, amelyeket nagyon ritkán tudunk használni, mert erősek, ezért lassan töltődnek, sok pont kell a megszerzésükhöz, illetve vannak olyanok, amelyeket nagyon-nagyon gyorsan be tudunk tölteni, illetve ha meg is halnánk a képesség aktiválása és használata után, akkor sem merülnek le teljes mértékben, hanem folytathatjuk a cooldown redukálását ott, ahol abba hagytuk, vagy kapunk egy olyan kisebb 20%-os redukciós büntetést. Így is rengetegszer le tudjuk hívni egy meccs alatt egy adott képességet, és pontosan így is működik a videó témája, a Ripper, amely az aktív, vagyis a támadó képesség táborát erősíti, ugyanis egy-egy karakternek két darab képessége van, egy előbb említett aktív támadó, amely arra hivatott, hogy likvidáljunk, illetve van egy passzív, defenzív fajta, amely a túlélésre, megmenekítésre, vagy valami fajta bónuszra alkalmatos, tehát az elsődleges funkciója nem a gyilkolászás. De térjünk vissza a videó tárgyához, vagyis képességéhez, méghozzá a Ripperhez, amely egy közelharci, ilyen kettős lézerpengecuc kombó, nem is tudom, ami gyakorta olyan képességeket ad nekünk, mint MV2-ben a Commando perk, tehát megnövekedik a melee range-ünk, és egy nyisszantással likvidálhatunk bárkit. Segítségünkre pedig egy célkereszt van, amely mutatja, hogy mikor van hatótávon belül az ellenfelünk, bár szerintem néha-néha ez a rendszer hibásan működik, vagyis mindenféleképpen sem mondanám kiszámíthatónak, és sokszor hiába mutatja, hogy használható a képesség, de csak nyiszálunk egyet a levegőbe, és nem történik semmi, bár azt megjegyezném, hogy általában ez nekem akkor történik, mikor aktiválnám a képességet, ugyanis a Ripper egyik nagy előnye, hogyha betöltött a képességünk, akkor instant használhatjuk, amikor akarjuk, tehát nem kell előre tervezni és használat előtt egy animációval aktiválni, mint mondjuk az Annihilátort, hanem ezzel ellentétben akkor használhatjuk, amikor akarjuk, vagy akkor aktiválhatjuk, ha közelben van egy ellenfél, és mutatja az indikátor, hogy likvidálási távolságon belül van. Nos, ilyenkor nem mindig találja a Ripper az adott ellenfelet, és ha ez a hiba előfordul, akkor csak nyiszál egyet a levegőben. Ilyenkor történik az, hogy még egyszer megnyomja az ember a képességet, és akkor általában már nincs probléma, és sikerül likvidálni az adott ellenfelünket, vagy rosszabbik esetben már második gombnyomása az ellenfél range-en kívül esik, és akkor elkezdünk pánikolni, spamelni a képességet, és hitvány halált halni. Úgyhogy ezúton tanácsolom azoknak, akik még ezt nem tapasztalhatták ki, hogy ne pánikoljunk attól, hogy aktiváltuk a képességet. Marad fegyverünk, amivel nyugodtan lőhetünk, ugyanis általában a játékosok úgy szokták a Rippert használni, hogy ez az, betöltődött, és öljünk meg mindenkit a Ripperrel, elkezdnek teljesen értelmetlenül ráfutni az ellenfélre a map túloldaláról, aki gondol egyet, és nézd, itt fut a hülye, és lelövi. Tehát ne arra törekedjünk, ha aktiváltuk a képességet, hogy azzal kelljen ölni, hanem csak tudjuk, hogy ha a közelünkbe kerül bárki, simán megölhetjük egy gomnyomással, így közelharci fegyvernek minősül, tehát ha ugrál valaki össze-vissza a környezetünkbe, és nem akarunk pöcsölni vele, megnyomjuk a gombot, és se perc alatt likvidáljuk, nem kell egy csomó lőszert elpocsékolni teljesen fölöslegesen, vagy például olyan embereknek teljesen megfelelő, akik alacsonyabb egérérzékenységen vagy kontrollérzékenységgel játszanak, és nem feltétlen tudnak egy minutum alatt 360 fokot megtenni, hogy csak egy gombnyomás az egész, és ezáltal megvan oldva a helyzet. Vagy például szobákat se perc alatt kitakarítani azelőtt, mielőtt bármit is reagálna az ellenfelünk, sőt, a Ripper arra is jó, hogy a kisztrikeket, mint mondjuk Szent Trigánt likvidálunk 3-4 késelésből.
A Ripper betöltődési ideje abban az esetben, ha nem szerzünk pontokat, amely egy nonsense, 1 perc 44 másodperc, tehát innen redukáljuk folyamatosan killenként vagy pontszerzésenként a betöltődési idejét, de olyan körülbelül 450 pont szükségeltetik a betöltődésére, tehát kb. 4 kill, attól függően milyen játékmódot játszunk, de nyugodtan kijelenthetjük, hogy minimum másfél percenként használhatjuk a képességet, ami testvérek közt is elég gyakori, és átlagosan olyan 1-2-3 embert lehet megölni egy aktiválási folyamat alatt, attól függően milyen pozícióban vagyunk az ellenséghez, vagy az ellenség respawnjához viszonyítva. Mert értelemszerűen, ha sikerül a hátuk mögé bekerülni, akkor rengeteget lehet ölni. Tehát, aki sokat szeretne gyilkolni, akkor nyugodtan válassza ezt a képességet, mint mondjuk a Purifier-t vagy Anhilátort, mert mi alatt azok a képességek betöltődnek, az alatt a Ripperrel vagy háromszor végig nyomhatjuk az egész pályát, és ha okosan tesszük, akkor nagyon sokat tudunk vele ölni. Remekül használható mind rásolásra, mind pedig sniperezéshez, hisz a körbe respawnol az enemy a hátunk mögé, akkor is ki tudjuk vágni magunkat a szorult helyzetből. Minden esetre ez volt az első specialist bemutatom, ha tetszett nektek és szeretnétek folytatást, akkor nyomjatok a like gombra, és ha látom, hogy tetszett, akkor jöhet a következő képesség, méghozzá személyes kedvencem a glitch. Sziasztok!